Szeretnénk kicsit több dolgot megtudni arról, hogy így, mint profi sportoló, mit kellene ennünk, milyen mennyiségben, illetve nagyon szerettük volna, én először, a Szofinak már többször volt kipróbálni ezt a gépet, ami leméri a testsúly, hogy zsír, tömeg, fehérje, mindent. Ez nagyon érdekes volt számunkra. A Magyar Olimpiai Bizottságtól kaptunk egy értesítést, hogy kihasználhatjuk ezt a lehetőséget, és akkor így kerültünk ide. Biztos, hogy nagy segítség lesz, és lehet, hogy jobban fogjuk bírni tőle az edzést, hogy helyesen táplálkozunk, meg odafigyelünk arra, hogy mit eszünk. Ez úgy gondolom, hogy hasznos egy olimpia előtt álló sportolónál, illetve pár olyan konkrét kérdéssel kerestük meg a táplálék tanácsadást, illetve az étkezés tanácsadást, ami úgy gondolom hasznosítható mind a felkészülés, mind az olimpia alatt. Úgy gondolom, hogy ez most pont időben volt, az olimpiára készülünk, most kell a legjobb formában lenni, még van annyi idő, hogy esetleg a táplálkozásunk kihathat az eredményeinkre. Hogyha megfelelően táplálkoznak és tudatosan, akkor az ugye tinédzser lányokról lévén szó, mindketten 17 évesek, úgy gondolom, hogy mind akár karakterfejlesztésben is segít, másrészt meg természetesen az, amiért ez ki van találva, hogyha egészségesen, illetve hasznosan táplálkoznak, akkor az úgy gondolom, hogy ilyen mennyiségű edzés munkában csak segíthet. Szerintem minden embernek egyszer érdemes lenne eljönni egy ilyenre, mert akaratlanul is az ember, hogyha nincs rá ideje, vagy nem tud, akkor nem táplálkozik úgy, ahogy kéne, és ez lehet, hogy mondjuk ilyet az egészségére, vagy fáradékonyabb, úgyhogy szerintem mindenképpen hasznos. Én 4 éve dolgozom itthon, előtte Görögországban dolgoztam, itthon most először van lehetőségünk ilyenfajta mérésre, vagy ilyenfajta tanácsadásra, ami nem önfinanszírozó. Olyan dolgokat hallottam, meg olyan kérdésekre kaptam választ, amikre eddig nem nagyon, hiszen nem voltunk eddig senkinél, aki ezt meg tudta volna profin válaszolni. Mindenképpen nagyon hasznos meghallgatni legalább egyszer egy életünk során, főleg mivel sportolók vagyunk, és az étkezésünk nagyon nagy kihatással lehet arra, hogy hogyan teljesítünk egy edzésen vagy egy versenyen. De egy átlag embernek is nagyon fontos lehet, hogy tudja, hogy milyen mértékben van zsír a testében, vagy fehérje, és hát ezek miatt, a szempontok miatt lehet tudni, hogy mi az az ideális étkezés, mi az az ideális étel, amit meg kell lenni ahhoz, hogy jó formában legyen, hiszen az alak mindenkinek nagyon fontos. Ez egy elmozdulás a profizmus felé és a tudatosság felé, és úgy gondolom, hogy mind a kettő, egyrészt ugye a profizmusnak feltétele a tudatosság, amihez például egy tudatos étkezés hozzájárul, és ugye ahhoz, ha valaki tényleg profi szeretne lenni, akkor ezek elengedhetetlenek már a mai sportvilágban.